Szeretettel köszöntöm a Dobogó nézőit innen karácsony előestéjéről. A mai napon a Heimat Múzeumban Komjádné udvarnoki Margitot látogatjuk meg. A kép a gyerekeknek tanít valami érdekességet itt a karácsonyi előkészületek során. Tartsanak velünk! Egy kicsit belefutnyeleskedünk, sziasztok, a munkában mi készül itt, és mit érdemes előtt? Mézes kalácsot készítettünk, itt már kiszaggattuk a mézes kalácsokat, még ott van munka, úgyhogy aki nem szaggatott, gyorsan végezze a munkát, hogy tele legyen a tepsi. Tojásfehérjével aztán megkenjük a formákat, és a megkelt formára ezek a magok, amiket hoztam, vagy ilyen tarka cukrok ráragadnak, és így együtt sül meg. Ha megsült, akkor aztán kiszedjük, kihűtjük, zacskóba teszük, és mindenki hazaviszi, hazaviszitek az iskolába, majd otthon szépen szétosztjátok, és hazaviszitek. Egyébként a mézes kalács, ez mennyire köthető az adventhez, a karácsonyhoz, mennyire jellegzetes? Nagyon jellegzetes, sőt Magyarországon ez nagyon szokásos, hogy mézes kalácsot sütünk, sőt egyre szokásosabb lesz, és egyre gyakoribb lesz, hogy adventkor mézes kalácsot készítünk. Nagyon egészséges a mézes kalács, és a másik sokáig eláll. Tehát szokás az is, hogy úgy kell megpuhítani, hogy beletesszük egy lezárható dobozba, abba beleteszünk fél almát, és az almának a nyírkossága megpuhítja a mézes kalácsot. De ezeket aztán fel lehet fűzni, és rátenni a karácsonyfára, és akkor karácsonykor nagyon finom illat van. Általában olyan fűszerek vannak benne, amit hát illatoznak, úgyhogy itt lehet is érezni most is, hogy már két csoporttal sütöttem. Egyébként nem tudom, hogy a története mennyire ismerős, de ez mondjuk régmúltban, mondjuk a régi sváb családoknál mennyire volt hagyományos? Vagy ez hagyományos volt, ez mindenhol, Európában mindenhol hagyományos volt, úgy tudom. A díszítések kapcsolatban én nagyon szeretem a magokat, itt különféle van tökmag, szotyola, akkor az a szotyola, a tökmag, a szotyola, a napraforgó, tökmag, akkor lenmag, ez a puffasztott búza, van mák, a mákkal nagyon szépen lehet a lovat díszíteni, akkor van dió, amivel a szemeket lehet kirakni, és például a szemre nagyon jó a dió szemére egy darab szegfűszeg, mert annak is remek illata van. Na például ezt itt rakjátok ki, ezt dióval körbe. És most el kell dönteni, hogy milyen színű lovat szeretnétek. Mert lehet mákkal, nagyon szép szürkederes ló lesz, vagy lehet fehérrel, fehér paripát. Akkor a nyergét azt úgy készítjük, hogy teszünk oda egy fél diót, és ez lesz a nyerge a lónak. És most ezt döntsétek el, hogy fehér ló lesz, vagy mákló, milyen legyen, miért szeretnétek. Miért szoktatok sütni? Luca, miért süt, édesanyja? Apró süteményt. Almás. Hát az almás sütény, hát az nem apró sütény. Az az apró sütény, amit itt... Igen, linzer az nagyon jó. És a linzer az ugye úgy történik, hogy van egy alsó része, és van egy felső része, és aznak a tetejét is lehet díszíteni. Én, amikor itt rengeteg dísz összejön, azt össze szoktam söpörni, és akkor megkenem a linzer tetőt tojással, és belemártom ebbe, és az a sok minden ráragad akkor. És akkor lekvárral megkenjük, és a lekvár segítsége el fog megpuhulni. Gyerekek szerintem nem is tudják, de egy időben te tanítottál a Mincentivel. Van egy kis nosztalgiád ilyenkor, amikor őket újra taníthatod, vagy énekelsz. Amikor látom a kis testvéreket, meg a gyerekeket, az ismerőseim gyerekeit, és egyszer csak megismerem az arcokat. Igen, nagyon szerettem ott tanítani a Mincentivel. Hát ott aztán lehetett énekelni. Mennyiben mások ők, mint azok a gyerekek voltak?
Hát gyerekek és gyerekek között inkább, hogy is mondjam, nem, elvileg nincsen különbség, de talán mégis jobban neveltek azok a gyerekek, akik onnan nevelkednek. Nagyobb a tájékozottságuk a kultúrtörténetben. Tehát ha elmennek egy múzeumban, ráismernek arra a képre, hogy ez karácsonyt ábrázolja, ez feltámadást ábrázolja, meg megismerik a szenteket, mert anélkül egy múzeumban bemegyünk, ugyancsak nem tudjuk, hogy most kik vannak itt. De jól ismerték a jeles napokat, ahogy így elnéztek. Igen, igen. Hát ők ügyesek, ők nagyon-nagyon sok nevelést kapnak ilyen szempontból. Kultúrtörténethez. Egyszer emlékszem, hogy bementem helyettesíteni, és valamit el akartam mondani, és mindent tudtam. Budaörsöt, hogyha nézzük, ugye azt lehet mondani, egy ilyen kétarcú város, mert egy nagyon fiatalos, nagyon dinamikus város, közben pedig rengeteg ilyen hagyomány, régi, ősi dolgok élnek egymás mellett, és ha jól tudom, akkor a családi kapcsolataid révén te pont ebbe a hagyományőrző közegbe kerültél be, de mennyire voltak meg ezek a hagyományok a gyerekkorodban, és hát ugye ezek hogyan kapcsolódtak össze később az életeddel? Hát az ünnepekkel kapcsolatos hagyományok azok teljesen megvoltak otthon, és nagyon-nagyon jól tudott sütni az édesanyám, és nagyon szépen tudott hímezni, és ezt valószínű tőle örökölhettem, hogy ezeket a dolgokat én is nagyon szeretem, és hogy az ünnepeket is nagyon szeretem. Aztán, hogy férjhez mentem, és a sógornőm nekem barátnőm volt, ahonnan még több minden jött, abból a családból még több minden jött az ő nagy családjából, és így együtt aztán tökéletesen ki lettem stafírozva hagyományügyben. Talán a legszebb hagyománya a karácsonynak az előkészülete, pedig nem nagyon régóta van ez az adventi koszorú, azt hiszem az 50-es évektől jött ennyire divatba, de nagyon jó érzés, hogy van, és hogy készülhetünk, és hogy kimutathatjuk a világnak, és hogy a karácsonyra várunk. Általában, amikor találkozunk, ugye akkor vagy valami énekről, vagy valami kézműves dologról, vagy mit tudom én, szőnyegkészítésről van szó. Ennek ellenére jól tudom, egészen rád területen kezdted a pályádat, tehát mérnöknek készültél, és honnan jött akkor ilyen beállítódás mellett az, hogy mérnöknek tanulj, és hát mégis mi volt az a csavar, ami visszavezetett arra a területre, ami benne volt? Hát én nagyon szerettem a matematikát gyerekkoromban, és teljesen reál beállítottságú voltam. Ábrázoló geometriát nagyon szerettem középiskolába, és valahogy magától értetődő volt, hogy a műszaki egyetemre megyek. És én nagyon élveztem a pályámat, nagyon szerettem mérni, ami geodéta lettem, földmérőmérnök, és én nagyon szerettem észlelni és mérni kinn a vadonban. Nagyon-nagyon jó volt például az autópályának, akkor építették a Bicske-Tatabánya közötti szakaszát, amit szintvonal tervvel kellett ellátnom ezt a szakaszt. Tehát fel kellett mérni egy rácshálózatot, minden hálópontnak lett egy magassága, és ez alapján készítettem a szintvonalas térképet. Hát ez nagyon jó volt, mert lehetett szépen húzni a vonalakat, és nagyon élveztem. Hát aztán rájöttem később, hogy három gyerekem lett, hogy női és családanyai mi voltomban nem nekem való dolog ez. És egy másik dolog is bejött, hogy férjhez mentem itt a Budaörsön, ilyen hagyományos szőlőművelés, baracművelésbe belekeveredtem, ami hát nagyon érdekes, mert teljesen véletlenül a Politechnikán középiskolában a baracnak a metszését tanultam. Úgyhogy én úgy tudtam barackfát metszeni, hogy nem is láttam barackfát. Hát ott valamelyik gyakorlatot talán láttunk, Budafokra jártam gimnáziumba, és akkor belekerültem ebbe a gyümölcsbőségbe, ahol aztán gyakorolhattam az őszi barackfának a metszését, és a mai napig a legszebb munka a metszés, a szőlő és a baracka metszés, mert ahhoz kell előrelátás, ahhoz kell gondolkodás, tudni kell, hogy mit akarok, mit szeretnék jövőre. Most aztán, hogy a gyerekek hát cseperedtek, rájöttem arra, hogy nekem a nyárra szükségem van, és a rendszerváltás környékén tulajdonképpen vezettem én egy kis gyerekkórust a templomban, a skólát, akkor úgy hívták, hogy skóla, mert az én gyerekkorom, amikor én 10-12 éves voltam, akkor 8-10 énekeltünk 2-3 szólamban, akkor itt volt egy nagyon értelmes plébános bácsi, a dr. Sik Zoltán, aki értett a zenéhez, és foglalkozott velünk zeneileg.
És nekem úgy látszik, volt zenei adottságom, és elkezdtem zongorázni, és az éneklés az mindig számomra fontos volt. És amikor a gyerekeim olyan 8-10 évesek lettek, akkor Budaörsön az volt a templom környéki divat, hogy a minisztránsok és a skólisták elmehetnek táborba. És az akkori skóla vezető, nem tudom miért, abba hagyta a munkát, és meg akart szűnni a skóla, és közben nekem a két lányom, akkor nem lehetett volna skólista, és mondom, hát vezetem én csak, hogy maradhasson a tábor. És így elkezdtem ezt 88-ban, majd a 20 éven át vezettem. És ezek a kis gyerekhangok, amikor több szólamban tudtam énekelni a gyerekekkel, hát nem tudtam én magas szintet előállítani heti 3-4 óra vagy fél óra próbával, mert annak az volt a rendszere, hogy a gyerekmise előtt előbb jöttek a gyerekek, valamit próbáltunk, majd a misén kettőt elénekeltük, ami odavaló, ahhoz az ünnephez való, és akkor kész, ennyi volt. Tehát ez egy olyan kevés mennyiségű próbát jelentett, hogy én magas színvonalat nem tudtam elérni, viszont meghallottam a gyerekek csengő hangját. És akkor tájt kezdtem járni a Szakáli Matyi bácsinak a líra kórusában is, és akkor még közelebb kerültem az énekre, természetesen a Werner kórusba is annak idején, tehát a Werner kórus elődjében is jártam, sőt 17 éven át gimnazista koromtól én vezettem ezt a kórust. Egy ilyen mély vízbe bedobott ez a plébános bácsi, és úgy látszik volt adottságom, mert azóta is csinálom egyfolytában. Remek tanáraim voltak, mert a kántorképzőre jártam, ahol a Bárdos tanár úr, meg az orgona, azok az orgona művészek, akiknek volt bátorságuk ezt tanítani, nagyon magas rangú művészek tanítottak bennünket, és hát mivel én már akkor jól tudtam zongorázni, a 4 évet 2 év alatt el tudtam végezni, mert sok mindent már tudtam, és akkor az énekeket is itt megtanultam, a síkatyától a Gregorián éneket, tehát a felvételén bőven megfeleltem, és 2 nyáron át ezt el tudtam végezni. És hát talán legbüszkébb vagyok a karvezetés tanáromra, Tegzes György volt, és aki manapság zeneiskolába jár, akkor a Tegzes kétszólamú kis könyvét tanítják szolfésból, és ez volt az én karvezetés tanárom. És amikor meghallottam, mondom, itt a kis gyerekkórusban, akik mondom, nagyon kis kezdetleges kórus volt, ilyen 8-10-12 éves gyerekek, de ezek a csengő hangokat, hogy meghallottam, akkor jöttem rá, hogy hát nekem el kéne menni éneket tanítani, és akkor még ráadásul a nyaram is szabad lesz. És akkor 89-ben egy nagyon-nagyon dobbantottam, és a mérnöki pályámat ott hagytam, de teljes mértékben. És tulajdonképpen nagyon nehezen evickéltem át az első éveken, mert én erről semmit nem tudtam, se didaktikát, semmit nem tanultam, még pszichológiát se tanultam, mert a reálban nem volt pszichológia a középiskolában. És akkor, mikor a Kessjár iskolába elkezdtem ezt a munkát, akkor aztán, nem tudom, kb. 2-3 év múlva hoztak egy rendeletet, hogy akinek nincs pedagógiai végzettsége, hát az nem taníthat, és akkor gyorsan
be akartam iratkozni valahova, természetesen énekszakra nem lehetett, mert csak nappali volt olyan képzés, és meg én maradtam Műszaki Egyetem, és akkor végeztem el 2 év alatt a mérnök tanárit. Úgyhogy hát az ottani kollégák hatalmasakat nevettek, amikor kérdezték, hogy ki mit tanít, és hát mondom, én éneket. Hát na, ugyancsak kinevettek a tanárok is, a professzor urak is, és a kollégák is. De annak ellenére nagyon-nagyon élveztem ezt a tanulást. És érdekes volt, hogy a Kessjár iskola abban az időben, a kezdetkor, mert 1 éve állt az iskola, amikor én oda kerültem, az egy ilyen kiemelt egészségnevelési bázisiskola volt. Hát ez talán... Mai napig az, azt hiszem, valamilyen szinten? Nem, azt hiszem most már nem. Bár nem. Mert gimnázium is volt. Azt hiszem most már nem. És ott egy egészségnevelési technika tárgy keveredett be, és nekem nem volt elég énekórám, ez egy kicsi iskola volt, és ugye a heti 2 énekórából nem jött össze annyi óra, és akkor mondta az igazgatónak, na hát akkor te neked van 3 gyereked, te majd szépen az egészségnevelést tudod tanítani. Na most ez érdekes volt, mert ugye az egészségnevelésnek az elmélete a mentálhigiénia. Hát akkor Magyarországon a mentálhigiénáról még hallani sem lehetett. És én akkor a reform konyhára támaszkodva kezdtem el, mert a reform konyha könyvben volt előtte egy elméleti rész, amiben egy egészségnevelési rendszer volt benne, és én azt elkezdtem tanítani. És akkor hát jött a diplomázásom, és akkor mivel utána már akkor 2 éven át ezt tanítottam, rengeteg minden összejött, és én észrevettem akkor, hogy az ünnepekről semmit nem tudnak a gyerekek. Akkor már elkerültem minden Budaörsről, és a 11. kerületben az Őrmezei iskolába tanítottam 6 évet. Hát ott már nagyon-nagyon kellemes volt, egyrészt a tanulás is azért segített rajtam, mert neveléstan nagyon élveztem, a neveléstan pszichológiát, szóval mindent nagyon élveztem a tanulással kapcsolatban. És hát tulajdonképpen a saját gyakorlatom segített, hogy aztán megtanultam, hogy mégiscsak hogy kell tanítani. És ott már határozottan élveztem, már a kezemben volt a rengeteg anyag. És teljesen véletlenül megismerkedtem a dr. Gerevics József, azt hiszem József a keresztneve, aki itt a mentálhigiéniával Magyarországon foglalkozott. Megismerkedtem a titkárnőjével, és őtőle rengeteg anyag, ennyi anyagot kaptam, amit a diplomamunkába bele is tudtam venni, mert megkértem a nevelés elmélet tanáromat, hogy akkor legyenek szívesek kérni nekem azt a diplomamunkatémát, hogy egészségnevelés az iskolába. És akkor oda aztán bele lehetett venni mindenféle, a gyógynövénytől kezdve a drogokat, ünnepeket, a családi ünnepeket, egyházi ünnepeket, nemzeti ünnepeket, és ez egy remek dolog volt, hogy ezt csak össze kellett söpörnöm. És rengeteg anyagom volt hozzá. Aztán megint csak az iskola meg kiöregedett, meg a lakótelep megöregedett, úgyhogy az 5. lement, az 5 osztály helyett 1 osztály indult, és akkor megint csak onnan el kellett jönnöm. De akkor meg már itt a Budaörsi Katolikus Iskola tele lett, és így teljesen véletlenül ide kerülhettem. És akkor itt ebbe az iskolába 10 éven át tanítottam Budaörsi Katolikus Iskolába. Aztán tulajdonképpen én mondhatom azt, hogy mindenhol mindig ugyanazt csinálom. Ugyanazt csinálom, csak a gyerekek mások. Ugyanúgy foglalkozom az ünnepekkel, a énekekkel, az ünnepek énekeivel, a karvezetéssel, és ez nagyon jó dolog, mert egyre szebb dolgokat lehet átélni, és ezt nagyon élvezem. Csütörtökönként délután tartok én egy olyan szakkört, ahova mindig azonos gyerekek járnak, és az elsődleges feladatomnak érzem, hogy az ünnepeket kiszolgáljam, és az ünnepekkel kapcsolatos szokásokat megbeszéljük, és díszítsük a lakást. Lehet is látni, hogy itt jelen pillanatban itt van az adventi kis koszorú, a hóember, a tél. Hát ez egy véletlenül itt maradt nyuszi, amit valamelyik kislány most hímzett ki. Igen, az jó lesz. A húsvét is nagyon gazdag. És itt olyan mintákat tettem föl, amit hát természetesen ezt mindet én csináltam, mert amit a gyerekek készítenek, azt ők szépen hazaviszik, és hát elég sok munka van némelyik mögött.
Ezek viszont mind mintadarabok. Most rájöttem arra, hogy a gyerekeknek nagyon fontos, hogy lássák a végeredményt, ne csak egy papíron lévő mintát adjak nekik, és akkor sokkal szívesebben készítik. Hát ez kb. 89 óta vannak ezek a minták, az még 10 évvel idősebb az a broszka, ami gyertyás, azon is 4 gyertya van. Hát az 79-ben készült, mert a harmadik gyerekem volt kisbaba, amikor azt készítettem, és így tudom hova tenni. És tudom, hogy ezt a Burdából szedtem össze ezt a mintát, hát akkor még nem volt ilyen bőség Magyarországon, de ahogy én külföldre betettem a lábamat, első dolgom volt mindig Burdát vásárolni, és abban mindenhol vannak nagy gyerekek alapvetően milyen hímzéseket tudnak megtanulni, melyik, amelyik egyszerűbb, könnyebben elsajátítható? Igen, hát az a nyuszi, hogy itt maradt, az jó, mert azon el tudom magyarázni, hogy a kezdetben két hímzést tanítok, ez a szálöltés és a slingelés. Amikor van egy előnyomott vonal, ami vonal mentén kell gépiesen menni. A másik pedig a keresztöltés. Most a keresztöltés az ünnepek szempontjából sokkal jobb, mert sokkal több anyagom van nekem is, és sokkal látványosabb egy ilyen kis Mikulás figura. Ez is milyen aranyos, bár ezt megmondom őszintén, ezt nem én csináltam, ezt valakitől kaptam. De hát akármelyik pillanatban le tudnám venni róla a mintát, és el tudnám készíteni. Érdekes ennek az angyalkának a története, itt két angyalka is ki van téve. Hát ezt elképzelhető, hogy nem én készítettem, ez biztos, hogy én csináltam ezt a kisebbet. Vettem egyszer egy tűpárnát, talán 85 körül. Egy tűpárnát, ami rajta volt ez a minta. Azon nyomban levettem, a mintát leszámoltam, és elkezdtem tanítani. Ez kb. 85 környékén vehettem ezt a tűpárnát. Most is megvan, és használjuk is a gyerekekkel, abban vannak azok a tűk, ami nem a hegyes tű, mert ehhez a hímzés, ez a tompa tű kell, ehhez pedig a hegyes, tehát kétféle tűt használunk. És körülbelül 5-6 évvel ezelőtt Németországban jártam egyszer Bratislavában a Lírával, és észrevettem, hogy az Anna nevű újságban benne van ennek a mintája. Ami hát valószínű már évtizedek óta sétál jobbra-balra, és én egy kész tűpárnán vettem meg, és most megvan otthon a mintája, és de hát nagyon könnyen le lehet venni a mintát. Hát a karácsony talán a leghálásabb ünnep, erről nagyon sokat is tudnak a gyerekek. Erre emlékszem, hogy egy képes lapról vettem le ezt a mintát, és hát rengeteg könyvem van, és mindig valami újat találok ki. Itt most, ami fönn van, talán ez a legújabb, ezt talán tavaly vagy tavaly előtt készítettem, és most már egy kislány ezt készíti karácsonyra. Ez se nagyon régi, mint a tulajdonképpen a kezdő gyerekeknek való. Most 4 készítették ezt el, akik szeptemberben kezdtek járni hozzám, ezt tudták elkészíteni. Ez a hímzés, a keresztöltéses a logikát fejleszti, mert ha ennek a hátát megnézzük, ennek a háta is szép. Nem össze-vissza öltünk és rögtön lekeresztezzük, hanem az egyik sorban megyünk az egyik irányjal, aztán lekeresztezzük és visszajövünk a másik irányba. És egy ilyen mintánál például nagyon bonyolult kiszámolni, hogy hova is kell öltenem, hogy oda kerüljek. És van olyan kislány most a kezdők közül, aki bármit le tud már is olvasni, és van olyan, aki második éve jár hozzám, és még mindig mond neki. Szerintem érdekes dolog ez. Így a hímzés, hát mit most csak kétfajta hímzés van itt, én még tanítom a buzsákit is, tudom a buzsáki öltéseket, és a nagyírásost, a székely nagyírásos, amikor ilyen vastag fonallal kell készíteni. Hát talán 3 gyereknek tudtam eddig csak mindent megtanítani, mert aztán elfogynak a gyerekek, és nem jut rá idő. És az nagyon nehéz csinálni a nagyírásost, hogy szép legyen, nagyon nehéz. Szoktunk papírmunkákat is készíteni, most ezt véletlenül egy régi dologból megtaláltam, úgyhogy minden gyerek vágott magának ilyen kis ablakdíszt is, és hát nagyon, nagyon szívesen jönnek ide, és még az is egy fontos dolog, hogy mindenki a saját csillagképét meghímezi. Most ez engem a csillagjósás abszolút nem érdekel, viszont ez egy egyszerű minta, és ezt, aki már le tudja olvasni, az már ügyesedik. Viszont tudják azt, hogy a december hónapnak a régi neve a karácsonyhava, és a nyilas csillagkép, tehát a csillagok állása, arról beszélhetünk. Volt. Arról beszélhetünk.
Mindig párhuzamosan végezzük a munkát, tehát a hímzés mellett mindig valamit készítünk. Én most csütörtökről beszélek, csütörtökön ezen a szakkörön, és hát énekelni is szoktunk. Németül is, magyarul is, latinul is, amit ők tanulnak, amit szeretnek énekelni, amit én ismerek, amit én szeretek, ami filmdal, és állandóan szeretik a Edelweiss-t énekelni a muzsika hangjából, meg a végre elmúlt, ennek is vége, az egy nagyon kedvenc ének a Legyetek jók, a Tudtok zenéje. És én szeretem a filmdalokat, ha ők szeretik, akkor én is szeretem. Hát ez az egyik része. A másik a sütés, amikor mindenkinek én adok egy négyzetrácsos füzetet, fontos, hogy négyzetrácsos legyen, ha nekik ki kell találni a monogramjukat, és valami mintát ki akarnak találni, akkor a négyzetrácsos papíron ezt meg tudják tenni. Az az övék, azt mindig el kell hozni, és például minden évben a karácsonyi előtti adventi, ezt a karácsonyváró házikónak az ablakait minden évben le kell nekik írni. Ha karácsonyról vagy adventi időszakról beszélünk, akkor elengedhetetlen, hogy valami fajta adventi naptár is legyen, és itt egy egészen különleges naptár fogadja a látogatókat, ha bejönnek a Heimat Múzeumban, amit jól tudom, te csináltál. Mi ennek a különlegessége, mit ábrázol ez a naptár? Hát ez a naptár, ez az advent napjaira van tervezve. A maximum advent napok vannak kivágva, és van egy nagykapu. A nagykapu a december 25-e karácsony ünnepe, a kis ablakocskák pedig az adventnak egy-egy napjai. Most lehet látni, hogy itt fönn van három ablak, ami be van reteszelve, mert ebben az évben nincs rá szükség, és ezt a maximumra kell ugye tervezni, mert ez a december 25-e az a naptól függ, és az bármelyik napra esett, nem úgy, mint a húsvét, ugye, ami mindig vasárnapra esik. És ezért az adventnek az eleje az mindig egy mozgó dolog. A négy vasárnapot megjelöltem, ez az első vasárnap, második, harmadik, negyedik vasárnap, és a negyedik vasárnap itt még van három nap, mert szerdán van Ádám Éva napja, és csütörtökön van karácsony, az azutáni napok fölöslegesek, tehát azért ez a három ablak be van szögelve ebben az évben. Most ez azért jó, mert a gyerekek nagyon várják a Mikulást, a karácsonyt, és ez a várakozást egy kicsit olyan mértékben lelassítja, hogy minden nap csak egyen lesz több nap nyitva, és amikor mindegyik ablak nyitva van, akkor itt van a karácsony, és itt van a főünnep, a karácsony. Nézegetem ezeket a kis képeket, ezeknek egyébként van jelentősége, vagy ezek csak egyszerű díszek most itt? Hát nem. Majdnem mindegyik karácsonyi képeslapból vágtam ki, tehát valami köze mindegyiknek van karácsonyhoz. A vasárnapokra mindenhol templomot vágtam ki, és vannak itt olyan napok, amely napokon valami feladatunk is van. Hát ez volt a december 4-e a Borbála nap, amikor aranyágat kell hajtatnunk, vagy gyümölcságot vízbe rakni, ami karácsonyra kinyílik, hogyha a fűtött szobában mindig friss vizet kap. Ez december 4-e Borbála, ez a Barbaratfaig, Németországban is nagyon tartják ezeket a dolgokat. Itt van 6-a, hát itt egy Mikulást lehet látni. Ez egy vasárnap, a második vasárnap volt. Tegnap volt, illetve 8-án volt egy Mária ünnep, ez a szeplőtelen fogantatás. Ez csak véletlenül esik be az advent ünnepkörbe, de ez egy Mária ünnep, és csak véletlenül kerül bele. És van még két nagyon fontos nap, az egyik a Luca. A Luca napján búzát kell ültetni, hogy helyettesítse a pálmafát a betlehemi jászol környékén, mert nagyon szépen ekkorára meg tud nőni a búza, hogyha jó melegben van, és a mag is egészséges. És hát a Lucáról még azt kell tudni, a Luca napról, hogy a régi naptárban ez volt a legsötétebb nap, ami azt jelenti, hogy a leghosszabb volt az éjszaka, és a legrövidebb a nappal. És ekkor tényleg nagyon kellett, Olaszországban van ilyen fejre tehető, vagy lehet, hogy más országban is, gyertyákat raknak, és azzal járják az utcákat. Ilyenkor termény, bőségvarázslás is van, a luca-luca kicskoty, hogy toljanak a tyúkok. Hát ez egy nagyon fontos nap, és
azoknak a gyerekeknek, akik csütörtökönként ideálnak, mindenkinek adok egy marék búzát, bekötöm egy kis celofánba, és a feladatok, hogy elültessék ott. Nem is véletlen szerintem, hogy a luca szó az a lux fényszót rejti magában, ami a latin eredetben igen, pont ezt a sötétség és a világosság határmesdjét szimbolizálja. Hát most az új naptárban ez 21-én ment át, akkor van a legsötétebb nap, amikor a legrövidebb az éjszaka. Egyébként érdekes módon, ugye, a legsötétebb éj után kezdődik az egyházi évnek az első ünnepe a karácsony. Tehát a nap felmenő ágába kerül már a karácsony, mert akkor a 21-hez képest már a 25-énél már hosszabbodnak a napok. Most a luca után még van egy nagyon fontos nap, amit el szoktam magyarázni a gyerekeknek, ez az Ádám Éva napja, hát ugye az napja a Jézuska, ez 25-ének a vigiliája, minden ünnepnek a megelőző estejére azt mondjuk, hogy az ünnep vigiliája, és hát ez a legfontosabb a gyerekek számára, hogy jön a Jézuska. Egyébként ehhez is nagyon sok néphagyomány tartozik. A régi rendszerben ez nagyon fontos böjt volt. Nem lehetett húst enni, csak déltől volt szabad enni, és akkor sem húst, és akkor ezért ekkor jött be a halétel. A távol-keleti vidéken van olyan hely, ahol a hal nélkül nem lenne elég táplálékuk az embereknek, és ezért a hal az nem húsnak számít. És hát Ádám Évához még az is tartozik, például a mákos guba, meg a forralt bor, meg a borleves, úgyhogy én ezeket szoktam készíteni karácsonykor, meg a mákos beigli. Itt a mák is, a máknak és a diónak is van valami szerepe, minél apróbbak a magok, és a magok azok mindig a bőségre mutatnak. Hát aztán még a gyerekeknek el szoktam mondani, hogy még a január 1-jével kapcsolatban ez a bizonyos lencse főzelékevés, ennek az az értelme, hogy sok pénzünk legyen január 1-től, és a másik akkor pedig mindenképpen disznóhúst kell enni, mert a szárnyasak elrepülnek, elrepül a szerencse, a malac pedig kitúrja a szerencsét. Hát ezt el szoktam mondani a gyerekeknek, nagyon érdekes ennek a kis házikónak a története, amikor én ott hagytam a mérnöki pályámat, akkor a Kesjár iskolába kezdtem tanítani, és ez 89-ben volt, és megkörnyékeztem az ottani gondnokot, hogy hát csináljon nekem egy ilyet, tudnék, az én saját gyerekeimnek is mindig csináltam ilyet, de kartonból kivágtam, és minden évben csak újat kellett csinálni, és akkor jöttem rá, hogy hát ez nem jó, hogy minden évben ezzel dolgozni kell, csináljunk egy olyat, ami állandó. És hát ez azóta is, először a Kesjár iskolában volt, akkor Budapestre kerültem, oda elvittem, és gyerekek nagyon-nagyon élvezték, mert itt le van írva, hogy ezt úgy kell használni, hogy minden reggel, aki először bejön az iskolába, gyerek kinyithatja, természetesen emögött nincsen csoki, nem tudok 300 csokit a kép mellé rakni, és, de nagyon boldogan jöttek nyitogatni, és aztán a hétvégét azt ki lehet előre nyitni. Tehát a szombatot vasárnap előre kinyithatták, hogy tudják, hogy most esetleg már a 6. vasárnap lesz. Hát ezt szeretném volna. Most egyébként ebben az évben a két gyerekem családjának megcsináltam ezt, és utolsó pillanatban lett kész. Most 30-a volt az első vasárnap, András napja, és aznap kaptam meg, és hát akkor ész nélkül ragasztottam előről, hátulról, és a kicsunokám, a legkisebb 4 éves, és boldogan mutatja, hogy most megint kinyitottam, Margit mama, kinyitottam az ablakot, és volt itt egy kis borbála mögötte, mert azt se tudtam, hogy honnan vegyek annyi képeslapot, hogy 2x28-at kivágjam, de hát azért csak megoldottam. Hogy hozzámentem a férjemhez, aki teljes mértékben sváb származású, édesekkel részéről bácskai sváb, édesanyja részéről budaörsi sváb, és teljes mértékben belekerültem itt ebbe az egész úrnapi történetbe. Bár ebbe előbb is benne voltam, mert előbb említettem a síkatyát, amikor
én az énekkar 16 évesen elkezdtem vezetni, akkor a mi korosztályunkkal együtt énekeltünk, és rengeteg olyan gyerek volt benne, akik sváb származású gyerekek, a Ritter, a Jósz, a Bence, ezek a gyerekek, akinek jó hangjuk volt, azok abban a bizonyos skólában elkezdtek énekelni, és ebből aztán lett az énekkar. Ez egy nagyon nagy váltás volt, mert itt előtte is volt énekkar idősebb tagokból, de amikor én megjelentem 16 évesen, akkor nyilván az idősek elmentek, és akkor maradtunk mi fiatalok. És akkor hát emlékszem, hogy az úrnapba úgy kerültem bele, hogy az első és a második oltár között ez volt az ifjúság útja, kaptam egy krétát, hogy akkor rajzoljak jó mintákat. Hát akkor mondom, jó, akkor olyat rajzolok, amit én szeretnék, és akkor ilyen absztrakt mindenféle mintát kitaláltam, és az egészet megrajzoltam. Én szerettem rajzolni. Aztán később, hogy jöttek a kis csoportok, ebből mindig lement, és azért még most is van egy kis szakaszom az első-második oltár között, de a negyedik oltár az az én családom oltára, a férjem családja oltárja, ahol aztán ott aztán egész szombaton fűzzük, készítjük az oltárt, és akkor aztán én onnan átmegyek hajnalba az én kis részemre, és akkor maradok a túlsó oldalon. Tehát a férjem részéről teljesen bekerültem ebbe a barackozásba, szőlőművelésbe, amit nagyon-nagyon élvezek, és hál' Istennek még az egyik gyerekem is élvezi, és nagyon szeretnek a szőlőbe járni. És talán itt kapcsolódik megint az iskolához, hogy tele voltam mindig gyümölccsel, és akkor hát mit csinálják ezzel a gyümölccsel? Bevittem az iskolába, és főztünk a gyerekekkel lekvárt. Na most ez egy nagyon nagy újdonság volt, hogy én bementem hát az egészségnevelésbe, ez bőven belefért, sőt, a Kessel iskolában egy egész termen volt, ahol 3 tűzhely volt, hát nagyon jó lehetőségek voltak. És akkor úgy értve, hogy a sváb dolgokra visszatérve, az énekkaromnak a fele sváb gyerekekből jött össze, és én nagyon jobban voltam a Szakáli Matyi bácsival, olyan mértékben, hogy az édesapám barátja volt. És ők tartották is a kapcsolatot, Teréz napkor, Éva napkor egymást látogatták, és a Matyi bácsi mindenkit hívott énekelni. És hát mindig hívott engem is, és én mindig mondtam, hogy hát nem tartozom ehhez a dologhoz, hát én nem tudom ezeket az énekeket. És akkor a saját gyerekeim mind a 3 német nemzetiségi osztályba járt, és mindig voltak ilyen előadások, táncolni kellett nekik, és akkor egyszer a fiam volt a konferáló, a dédapja csizmáját lehozta a padlásról, és akkor nagy boldogan fölvette, és így elkerültem többször ilyen német nemzetiségi programra, és egyszer meghallottam úgy énekelni a lírát, hogy az első sorban, akik állnak, úgy énekeltek a saját gyerekkorukat, hogy egyszerűen megdobbantotta a szívemet, hogy ezek milyen csodaszép énekek. Persze én tanultam vagy németet, középiskolában is tanultam, egyetemen is tanultam, úgyhogy érettségiztem németből, nem volt nekem ez teljesen ismeretlen dolog, meg a német zene, az a Mozart, Beethoven, Liszt, legalább 10 zeneszerzőt lehet felsorolni, aki ezen a 7-fokú német zenén eszénkedett, és jött létre a zenéje, ahogy nálunk Kodálynak, Bartóknak az 5-fokú pentaton népzene. Ezeknek a 7-fokú zene volt a zene. A Haydn, Mozart, akárkit itt felsorolhatok. És amikor én elkezdtem tanítani, akkor azon nyomban az összes énekkönyvet megnéztem, hogy mi van itt eredeti német zene, és ennek mindnek összegyűjtöttem az eredeti szövegét. És én rengeteget helyettesítettem németul, hát én akkor azt mindig nagy boldogan végig énekeltem, de az eredeti, a szép május jöjj, hogy ébrezett, komm lieber Majun Machel, tehát az eredeti zenét énekeltük. És a német ilyen szempontból nagyon fontos a zenében, mert a zeneszerzők 60%-a legalább német anyanyelvű. Handel, Bach, Liszt, Mozart, Beethoven, Orff, rengeteg német zeneszerző van. Tehát mi csak az eredetit énekelhetjük. Na és amikor előbb említettem, hogy meghallottam a Kati nénit énekelni, már nem tudom, 10 éve meghalt, nem is tudom milyen Kati néni, lehúnyt szemmel énekelte a saját ifjúságát. És akkor ez nagyon megfogott, és elkezdtem járni a Matyi bácsihoz. Ez 89. január 1-én volt,
és májusban volt a partnerségkötés Breitfelddel, és én akkor már Breitfelden ott voltam. És akkor kinyílt előttünk a világ. Én akkor a kartográfiánál dolgoztam, mert az 89 előtt volt még, és emlékszem, hogy a hivatalos kikérőt vittem, hogy én nekem külföldre kell menni énekelni, és te énekelni mész. Hát, ha, micsoda dolog ez. De te a kórus vezetés, mert ugye azt még akkor a Matyi bácsi vezette. Én 89-től énekeltem a kórusba, vagy 88 januárjától, és akkor hát előfordult, hogy ez már azért a később volt, hogy a Matyi bácsi, ha elment akárhova, hogy ne maradjon el próba, megkért, hogy tartsam én a próbát, hogy ne maradjon el próba. Hát aztán a Matyi bácsi betegségénél fogva egyre többet kellett nekem segíteni, és azt hiszem 2002-től én örököltem az énekkart. Hát nagyon érdekes volt, emlékszem, hogy egy ilyen breitfeldi út során volt az, hogy lehet, hogy ezt máshol is elmeséltem már, hogy szerdai próbán meg volt állapodva, hogy pénteken akkor mikor indulunk, és a Matyi bácsi másnap rosszul lett. És akkor két énekkari taga fölhívott, hogy hát csak úgy mehetünk el a kórussal, hogyha én vállalom a vezetést. Hát ez régen volt, akkor még én nem tartottam énekkart. Hát mondom, hát ez nagyon érdekes, még életemben a lírával nem tartottam énekpróbát. Hát hogy álljak ki Breitfelden 800 emberrel énekelni? És akkor hát gondolkoztam, és azt mondtam, hogy rendben van, ha kapok egy kottatartót, és kapok 60 perc próbát Breitfeldben, akkor elvállalom. Hát vittük is a kottatartót, a kottatartó addigra eltörött, úgyhogy... De hát ez nem volt gond, hát kaptam ott kottatartót, és pont a kihezni szokta a szállás, ahol minket vendégül láttak, az pont egy asztalos volt, és hát mondtam, hogy hát csinálj meg a kottatartót, mert enélkül én nem tudok, nem tudom, hogy a hatodik verszakban mit csinál a Mádel apuával, és nem is tudta megcsinálni annyi idő alatt, de aztán mire hazajöttünk, kész volt. Hát kaptam kottatartót. Egyébként a Németországban egy szokás az, hogy nekünk mindig magyarul is kell énekelni, és volt egy magyar csokor, és én egyszerűen nem tudtam, hogy kell összekapcsolni a énekeket, mert csak egy szöveg volt, ugye a líra kórusban gond a magyarul éneklés, nekem ugye nem volt gond, csak éppen azt nem tudtam, hogy melyik ének után, hogy kell elkezdeni a következő éneket. És az utolsó 5 percben, ami 60 perc utolsó 5 percében jöttem át, hogy ezt a népdalcsokrot, hogy kell összekapcsolni. Akkor még nem volt harmonikásunk, mert a harmonika ebben nagyon sokat segít. Egyébként amikor én aztán hát rám maradt az énekkar, és hát nem is volt más lehetősége sem a kórusnak, hogy más vezethesse, hát én aztán hát vezetem azóta is. De az első dolgom volt, hogy szereztem harmonikást, és ez nagyon sokat segít. Hát sajnos most, akit mi jó kiképeztünk, és aki hozta magával a Schwab zenét, sajnos elment külföldre dolgozni, és most egy olyan harmonikásunk van, aki egy magyar fiú, nagyon jó zenész, csak hát meg kell neki tanulni az énekeket. De nagyon kedves és nagyon ügyes valaki. Egyébként erre az első útra emlékszem, hogy a Matyi bácsi azt mondta, hogy hát akkor volt 3 nap ez a hivatalos breitfeldi dolog, és mi egy másik helyre is elmentünk, ott egy Hajdani Buda is elintézte, hogy az egész kórust vendégül látja még 3 napig, de ott is legyen egy német mise. Hát én fogok organálni, hát mondom, hát rendben, csak én ezeket az énekeket nem ismerem. Hát majd megtanulod. Hát emlékszem, hogy egész úton kifelé menet, szolmizáltam az énekeket, hogy el tudjam énekelni. Meg egy jó párnak kísérletese volt, úgyhogy édesapámmal együtt gyártottuk a kísérleteket. Hát végül is nagyon jól sikerült, és hát most már nagyon jól ismerem ezeket, most már minden hónapban egyszer német mise van, és azon én orgonálok, és így az orgonához is közel maradhatok, és... De most is vár rám egy ének, amit 3 hanggal le kell transponálni, mert találtam egy jó kísérletet egy könyvben az egyik karácsonyi énekhez.
de hát olyan magas, hogy énekelhetetlen, úgyhogy most le kell három hanggal lejjebb venni. A G-durból S-durba kell átkottáznom, de hát megcsinálom. Rengeteg szó esett itt már a különböző beszélgetéseink során a hagyományokról, meg a hagyományőrzésről. Ha már itt vagyunk karácsony hajnalán, ha lehet ezt mondani, akkor ennek az adventi körnek, meg az egész hagyományápolásnak az életedben mi a jelentősége, és miért tartott fontosnak azt, hogy minél több dolgot átörökíts és átadj gyerekeknek, vagy akár felnőtteknek, hogyha kíváncsiak rá? Hát nekem, hál' Istennek, olyan gyerekkorom volt, ahol én megkaptam ezt otthon. Mindig jártam hittanórára, és így a művelődés történeti dolgokkal is tisztában vagyok, és a hit oldaláról is, tehát a kereszténység oldaláról is. És én ezt nagyon szeretem, ezt az időszakot, és ezt én nagyon lelkesen szeretem átadni. És úgy örülök, hogy például a fiam felesége, hogy jött, mindig hálásam, hogy olyan jó, hogy te ezt tudod mondani. Honnan tudod? Hát ők nyilván nem ilyen légkörben élt ez a kislány, és ez a sokfajta dolog talán nem volt ott. És az olyan érdekes, hogy nem tudom hányszor mondom a gyerekeknek is, hogy ezt azért csinálom így, mert az édesanyám így csinálta. Nekem nagyon-nagyon kedves, nagyon aranyos édesanyám volt, aki tényleg csak öten vagyunk testvérek, és a családért feláldozta az életét, és azt csinálta olyan magas fokon, hogy így nekem könnyű dolgom volt, hogy én ebben lenevelkedtem. És hát még amit úgy hozzá olvas, és a másik meg a, hogy ezt tanítottam. A tanítás az mindig azt jelenti, hogy még az ember utána kell, hogy kutasson. Az is csak bővíti az embernek az ismereteit. Érdekes volt, amikor a 11. kerületben tanítottam, akkor az volt ott a rendszer, hogy volt egy zeneterem, ott volt egy zongora, ott volt lemezjátszó, magnetofon, tehát, és a gyerekek jöttek hozzám. És mivel a teremben volt egy zongora, ott tartottak délután zongora órát. És hát emlékszem, akkor jött be, hogy a pünköst hétfő ünnep lett. És akkor kérdeztem a gyerekektől, hát mi az a pünköst? Egyáltalán az osztályban senki nem tudta megmondani, hogy a pünköst az milyen ünnep. Hát, hogy miért nem kell iskolába jönni? Hát ők azt nem tudják. És akkor jöttem rá, hogy itt az ünnepekkel nagyon nagy gond van, mert már a szülők sem tudják, nem olyan nevelést kapnak, akkor erről semmit nem tudhatnak. És akkor én minden egyes ünnepet kidolgoztam. Egy hatalmas plakátot készítettem, amire rátettem az ókori eredetét, a keresztény töltetet és a néphagyományt. És így kidolgozva még van, ami most is megvan, de hát ez 89-90-91 környékén történt, és az egyik zongoratanár oda jött hozzám, hogy ő milyen hálás nekem, mert most már végre ő is tudja, hogy vannak ezek az ünnepek. És az első dolga, hogy az én ünnepemet elolvassa, tehát a fali újságomat kiolvassa. Hát ez egy nagyon szomorú dolog, de azért most már okosodunk, mert nagyon sokszor van a tévében olyan dolog, amiből, tehát a családbarátból rengeteget lehet tanulni. És van egy nagyon jó könyv, mi is a címe? Hú, abban aztán minden nagyon-nagyon részletesen le van írva. Jelképkalendárium, Jankovics Marcell, igen. Hát az aztán a csúcs, ott aztán bármit meg lehet találni, és akkor én ennek úgy utána búvárkodtam sok mindennek, úgyhogy hát én is tanulok, mindig tanul az ember, jó pap, holtig tanul. De nagyon szeretem ezeket a dolgokat. Köszönöm szépen a beszélgetést, remélem, hogy a nézőknek tartalmas beszélgetésben volt része, és egyben kívánok mindenkinek áldott és boldog karácsonyt. Hát én is csatlakozom ehhez. Nagyon szép karácsonyt, kis Jézus várást kívánok mindenkinek, és az ünnep a szívekbe is jelenjen meg. Mária sei von uns gegrüßt, ó Königin, durch dich der Blunder Gnade,